Az állami érettségit eredetileg azért vezetik be, hogy a tudásfelmérés egységes és egyenlő esélyeket biztosító legyen, ami belépő lehet az egyetemekre is. Az első állami érettségit jövőre szervezik meg azoknak a diákoknak, akik 2020-ban iratkoztak be a középiskolába. Éppen ők és a szüleik most a leghangosabb ellenzők. Több mint 25 ezeren írták alá a petíciót, amelynek köszönhetően az oktatási miniszterrel is egyeztethettek. A problémát abban látják, hogy bár minden tanuló ugyanazokra a kérdésekre válaszol, mégsem egyforma eséllyel indulnak a megmérettetésen, mert például a gimnáziumokban jobban felkészítik őket. Emellett azzal is bajuk van, hogy nem minden egyetem fogadja el az állami érettségit, mint egyetlen felvételi feltételt. Kao neki vid rešenja, mi smo predložili probni period od nekoliko godina, u kom će se fakulteti upisivati na osnovu prijemnih ispita, a srednje škole završavati na osnovu državne mature. U tom probnom periodu mi svi možemo sesti i vidjeti korelaciju uspjeha na prijemnim ispitima i državnoj maturi i ustanoviti uopšte da li je državna matura dobro merilo znanja. Jövőre csak nem 66 ezer középiskolás írja meg az állami érettségit. A tárca szerint könnyebben és stresszmentesebben juthatnak be a diákok az egyetemekre, mert ott írják meg, ahova addig 4 évig jártak a középiskolájukban. Mások szerint gondot fog jelenteni, hogy könnyebben átírhatják egymástól a válaszokat a tanulók. Halasztás nem lesz, üzeni a tárca. Jövőre megtartják az állami érettségit, de az illetékes minisztérium kész tárgyalni az érdekelt felekkel és az ellenzőkkel. Az állami érettségit egyébként európai modell alapján vezetik be Szerbiában. Az oktatási stratégia része több mint 1 évtizede. Az Európai Unió mintegy 4 millió euróval támogatja.